A most következő videóban szeretnék ötleteket, segítséget nyújtani azoknak a szülőknek, felnőtteknek, akik a gyereküket szeretnék egy-egy jeles alkalommal, mint például húsvét, vagy szülinap, vagy bármi más, tehát ezeken a jeles alkalmakon meglepni egy igazi játék élménnyel, tehát hogy egy kicsit ez az alkalom egy kicsit túlmutasson az egyszerű ajándékozáson, hogy a gyerek ne csak arra emlékezzen vissza, hogy mit kapott, hanem arra is, hogy hogyan és milyen játék élményen keresztül kapta meg azt az ajándékot. Megmondom őszintén, hogy ezek a videók, mert mi erről mindig videót készítettünk a férjemmel, hatalmas élményt jelentenek a gyerekek számára, de hogyha nem is a videó lejátszásával, még azon túlmenően is, az emlékeikben is megmaradtak ezek az események, ezek az alkalmak, és a mai napig is felejthetetlen örömet jelent ez számukra. Hát kukkantsunk bele a titokba, hogy hogyan is csináltam én ezt annak idején egy húsvéti kaland túrán keresztül, amikor is a húsvéti nyuszitól levelet kaptak a gyerekeim. Lássuk, kukkantsunk bele ebbe a titokba. Hát mindenek előtt gyermekünk vagy gyermekeink kapjanak egy személyre szóló levelet a jelen példánál maradván a húsvéti nyuszitól, vagy akár a szülinapi bulimanótól, stb. És ezt a levelet én úgy csináltam meg, hogy a számítógépen beírtam, kinyomtattam, betettem egy borítékba, és ezt a kis levelet, ezt bedobtam a postaládánkba, de előtte természetesen ráírtam a gyerekeknek a nevét, illetve az óvodás gyermekünknek a jelét. Tehát, hogy tudják, hogy kik a címzettek, kik kapták. Illetve a feladónál oda rajzoltam egy mancs nyomot, és mellé odaírtam, hogy húsvéti nyuszi. Na most mondom ezt a levelet, én bedobtam a postaládánkba, a saját postaládánkba, és utána, mint aki jól végezte dolgát, egyszer ugye mentem, hogy kinyitom a postaládát, hogy megnézem, hogy na, mit hozott a postás ma, gyerekek is ott voltak természetesen, kinyitottam a postaládát, és akkor nézem a leveleket, és mondom a gyerekeknek, hogy hát ez a levél, hát ez nektek szólt, nézzétek, ide a ti nevetek van írva, vagy a ti jeletek. Ez nektek szólt, ez nektek íródott, és ti bonthatjátok fel. Nagyon kíváncsiak voltak rá, hogy mi van ebben a levélben, azonnal fel is bontották, és lássuk, hogy mit írt nekik a húsvéti nyuszi. Jó ötlet lehet, hogyha például az olvasni tudó gyermekünk olvassa fel a meglepetéslevelet, amely így szólt nálunk annak idején, mondjuk azt a két gyereket, nevezzük Panninak és Petinek, akiknek szólt a levél. Kedves Panni és Peti, azt hallottam, nagyon várjátok már a húsvéti nyuszit, ezért elhatároztam, hogy titeket mindenképpen meglátogatlak, mert Peti csodálatosan jó szívű volt a csokikkal. Panni hihetetlenül hosszú német leckét írt meg, ami ráadásul szorgalmi volt. Peti fantasztikus jávaháztetőt, duplócsigát és csodás garást épített. Panni lelkesen jár tornára, és fantasztikusan csinálja a gyakorlatokat. Peti jószívűen és készségesen tölt vizet mindig mindenkinek az ebédnél. Panni kiválóan tanul, és mindig megírja a házi feladatát. Nagyon fontos az, hogy amikor elmondjuk, hogy kit miért méltatunk, ha mondjuk több gyerekről van szó, akkor úgy oldjuk meg, hogy egyszer az egyik gyerekhez szóljunk, másszor a másikhoz, így senki sem hiszi azt, hogy esetleg elfelejtkezett róla a húsvéti nyuszi. Szóval így szól tovább a levél. Sorolhatnám még napestig, de ti biztosan nem erre vagytok kíváncsiak,
hanem a meglepetésekre. Eltaláltam. Akkor ajándékkeresésre felkészülni. Fontos, hogy sorban egymás után menjetek végig az állomásokon. Rejtélyes feladatokkal és találós kérdésekkel próbáltam egyébként izgalmasabbá, játékosabbá tenni ezeket a kalandos állomásokat, amelyeket most majd fel fogok sorolni. Lássuk hát, milyen kaland állomások voltak nálunk annak idején. Első állomás. Menjetek ki a kertbe, és alaposan nézzetek körül a vadász kerítésen belül. Amit ott találtok, az már a ti közös ajándékotok. És én ezt úgy oldottam meg, hogy kivittem egy nagy tálat, és abban mindenki, amilyen ajándékot csak talált, az beletette ebbe a nagy tálba, és akkor utána igazságosan elosztottuk, hogy minden gyereknek ugyanannyi jusson. Nem mellesleg ez egy kiváló matematikai játék is volt. És eközben, és ezért is nagyon fontos az, hogy nagyon meghatározott koreográfia szerint csináljuk ezt a meglepetést, mert hogy ezt az ajándékozásos, játékos meglepetést, mert hogy ami a gyerekek kint keresgéltek a kertben, aközben a férjem idebent a lakásban előkészítette a benti meglepetéseket, tehát egy kis furfanggal nagyon jól meg lehet koreográfálni ezt a dolgot. Második állomás. Peti, hamarosan iskolás leszel. Egyébként pont akkor készült iskolába a kisfiam, így nagyon aktuális volt neki az egyik ajándék. Hamarosan iskolás leszel, ezért a tudás kincse vár rád. Keresd meg! A tudás kincse oda van elrejtve, ahová az iskolások pakolnak. Na most azt el kell mondanom, hogy az ajándék egyik része az egy gyönyörű szép vadonatúj iskolatáska volt, amelyet előkészítettünk, és abban pedig további húsvéti meglepetések voltak. Hát volt nagy öröm és boldogság a kisfiamnak. Utána következő állomás. Panni, a te ajándékod a tavaszi melegben is fázik. Vajon hol lehet? És akkor elkezdett gondolkodni a lányom, gondolkodott, míg rájött, hogy hát ugye a tavaszi melegben, napsütéses melegben, hol van az a hely, ahol még fázhat valaki vagy valami. Hát persze, hogy a hűtőszekrényben oda is ment, és meg is találta az oda rejtett csoki nyuszikat, csoki tojásokat. A következő állomásnál Petinek szólt a feladat. Peti, legfőbb ajándékod az igazak álmát alussza. De vajon hol? És amikor ezt meghallotta a kisfiam, akkor már rögtön tudta, hogy igazak álmát aludni, ugye az ágyban lehet, ezért elkezdett keresgélni, kutatni a saját ágya környékén. Mi azt úgy csináltuk annak idején, hogy az ágya alá becsúsztattuk az egyik építőjátékot, amelyet kapott a kisfiam. Meg is találtana, volt is öröm és boldogság. Következő állomás. Panni. Sok beszédnek sok az alja. Na most ezzel kapcsolatban el kell mondanom, hogy ekkor ugye a férjem megcsörgette azt a telefont, mobiltelefont, amelyet a kislányom ajándékba kapott. És azt szeretném volna ezzel kapcsolatban elmondani, hogy ez volt élete első mobiltelefonja, amelyet akkoriban kapott. És akkor próbáljuk meg elképzelni, hogy egy vadonatúj telefoncsörgést hall a gyermek, miközben azt hallja, hogy
Panni, sok beszédnek sok az alja. Hát rögtön megpróbálta összerakni magában a dolgot, egyáltalán azt sem tudta, hogy honnan jön ez a vadiúj telefoncsörgés, addig-addig keresgél, de mondtuk neki, hogy keresd meg, hát valahol szól az a telefon, mert először kérdezte, hogy de hát mi ez a telefoncsörgés, ez kinek a telefonja? És akkor mondtuk a férjem, hogy nem tudjuk, keresse meg. Elkezdett keresgélni, természetesen rátalált erre az új mobiltelefonra, és először nem is tudta mire vélni. Nézte, és akkor mondta, hogy ez meg milyen telefon, ez kié? Hát mondtuk neki, hogy aki megtalálta, ez az én mobiltelefonom, és akkora volt az öröm, hogy azt elmondani nem lehet, tehát amikor megtalálta a mobiltelefont. Na hát valahogy így kell elképzelni ezt a játékos kalandtúrát, és természetesen erről az egész eseményről videót készítettünk a férjemmel, amelyet a mai napig is annyira boldogan és örömmel nézünk meg, és akkor felidéződnek azok az emlékek, élmények, amelyeket közösen az egész családunk átélt. Tehát tényleg újra nézve ezt a videót, ez maga volt a csoda. És akkor befejezném a levelet. Remélem, sok örömötök lesz ezekben a meglepetésekben. Legyetek jók, és szeressétek egymást, hát mi mást is kívánhatna a húsvéti nyuszi. És így fejezte be a levelét. Szeretettel ölel a húsvéti nyuszi. Na hát így szólt annak idején a mi kis játékos kalandtúránk a gyerekeknek, húsvéti kalandtúránk. Még a mai napig is megvan ez a kis húsvéti nyuszinak a levele, megtartottuk természetesen emlékbe, amelyen látható, hogy ott van az alján két nyuszika képe. Hát ettől még nagyobb öröm és boldogság lett a gyerekeknek, és akkor azt próbálták kitalálni, hogy melyik nyuszi kit jelképezhet, melyik nyuszi ki ezen a képen. Hatalmas volt az öröm, hatalmas volt a játékélmény, és mondom, ilyen vagy hasonló játékos kalandtúrával, feladatokkal még izgalmasabbá, egyedibbé és felejthetetlenebbé lehet tenni ezeket a jeles alkalmakat, éljünk hát velük! Még több játékos ötletért pedig iratkozzon föl erre a csatornára, érdemes! Köszönöm a figyelmüket!